Jó vereséget szenvedett a Ferencváros a Galatasaraytól, és most a budapesti visszavágó mérkőzésen vagyunk. E pillanatban elzúg egy lövés a kapufa fölött, aztán Rákosi fölvágják a 16-oson belül, 11-es. Albert lő, gól! 1-0 Ferencváros csapata javára. Ekkor még azt is sikerül behozni a 4 gólos hátrány. A Ferencváros sok szép támadást vezetett. Most itt az egyiket látjuk. Ott van Dalnoki is elől, a lövéssel levágódik, és végül a 10 emberrel védekező Galatasaraynak sikerül a fölszabadítás. Nem sokáig. Megint előre lendül a zöld-fehér csapat. Átívelődik a labda a bal oldalra. Ott van Fenyvesi Máténál. Lövés, bevágódik középre a labda, de végül Turgai kapus rúghatja előre. Kitűnően védekezik a Galatasaray együttese, ha kell, 10 ember szállja meg a 16-os előterét. Kicsit pankrációs is a mérkőzés, mert a törökök nem nézik, milyen eszközökkel megakadályozni a ferencvárosiakat a góllövésre. A zöldfehérek támadósora azonban ezen a mérkőzésen, valljuk be, nagyon gyenge napot fogott ki. 1-0 az eredmény az első félidőben, és a törökök szemmel láthatólag húzzák az időt. E pillanatban Novák összecsap a török bal szélsővel, az oldalvonalon kívülre került a labda, a bedobás után Villes áll a jobb fedezet játszik újra Novák elé, aztán előre lendő Rákosi fejével Albert fejel, de elcsúszik a fejes a bal kapufa mellett. Ez nagy gólszerzési lehetőség volt. Végül sikerül a Ferencvárosnak még egy gólt lőnie, a végeredmény 2-0 a budapesti mérkőzésen, a hátrány tehát nem sikerül behozni. Most egy török támadást látunk, Mátrai azonban ügyesen közbelép, hárítani tud. A közép hátvéd fölvezeti a labdát, még egy utolsó rohamra próbálja vezetni a zöldfehéreket, Rákosi azonban addig vár, míg a török játékos terelni tudja. Így tehát bár a Ferencváros Budapesten győzött 2-0-ra, összesítésben azonban mégis kiesett az Európa-kupából.